köszöntöm a konferencia résztvevőit, és hát amit látszik, egy jó hosszú cím lett itt, mert az én feladatom, hogy részben ismertessem a pénztárverseny eredményeit, de mielőtt ezt ugye megteszem, a pénzügyi műveltség fejlesztéséről is szeretnék néhány gondolatot megosztani önökkel. És ott a kérdés, hogy hogyan tovább. Hát azt hiszem, hogy erre a kérdésre most a NAT fogja megadni a választ, mert hogy itt van a nyakunkban az új NAT, és még nem tudjuk, hogy hogyan is tovább, úgyhogy a kérdés valószínűleg nyitva marad. Én inkább csak kérdéseket, problémákat fogok felvetni mindezzel kapcsolatban. Én a pénzügyi műveltség fogalmat használom a pénzügyi kultúra helyett, ami Magyarországon elterjedt, és ennek az az oka, hogy én azt látom, hogy a pénzügyi kultúra fogalmakutatóknál nem teljesen egyöntetű. Van, aki csak ismereteket ért alatta, van, aki ismereteket és képességeket. És azon kívül a pénzügyi műveltség fejlesztése szerintem a középiskolákban, a középiskolai tanárok számára sokkal közvetlenebb és sokkal inkább megfogható. A pénzügyi műveltség alatt én a financial literacy értelemben írni, olvasni tudást gondolok, kitágítva fogalom határait, a pénzügyi gazdasági kompetenciákhoz kapcsolódó általános tájékozottságot, biztonságos eligazodást, az összefüggések értését és az alkalmazható tudást hangsúlyozom. Hogyha azt vizsgálom, hogy a középiskolában a pénzügyi műveltség fejlesztésének milyen lehetőségei vannak, akkor mindenek előtt a pénzügyi oktatás fogalmára kell kitérni. Pénzügyi oktatást nagyon sok kutató meghatározta, nagyon széles körű meghatározása van a pénzügyi oktatásnak, tulajdonképpen minden kutató foglalkozott vele, aki a pénzügyi műveltség kérdésével foglalkozott. Én ebből a nagyon széles körű és kiterjedt fogalomrendszerből próbáltam egy egyszerű ábrát készíteni, és ebből az ábrából az látszik, hogy tulajdonképpen itt a mag, a lényeg, az ismeretek, általános eligazodás a fogalmak alapvető összefüggések között, például a pénzügyi intézményrendszer fogalma, illetve egyéb pénzügyi fogalmak, de ezen túl ezeknek az ismereteknek az alkalmazásának a képessége és a cselekvésben megvalósuló ismeretek és képességek a hangsúlyosak. A pénzügyi gazdasági oktatás lényege és komplexitása azon kompetenciák fejlesztésében mutatkozik meg, amelyek alkalmassá teszik a diákokat a hatékony cselekvésre, döntéshozatalra, és látható, hogy mindez magasabb szintű képességeket vár el a diákoktól, amelyek nem szoríthatók be egy tantárgy követelményei közé. Azaz hiába tanulnak kötelező órában a diákok pénzügyi gazdasági ismereteket, ha a kompetenciák fejlesztésének nincs meg a megfelelő súlya, és ez minden iskola típusra érvényes. És úgy látszik, hogy a fejlesztendő képességek körét is újra kell gondolnunk. Mostanában nagyon sokat lehet olvasni, Bot Péter is beszélt erről, hogy milyen hihetetlen változásban van a világ, és a munka világát a digitalizáció, az automatizálás és a robotika hogyan változtatja meg. Számos szakma fog eltűnni, számos új jelenik meg helyette pár évtizeden belül. Egyes kutatások szerint akár 5 millió munkahely is megszűnhet 2020-ig a világban, és 2,1 millió munkahely teremtődik. Hát, hogy lesz ez valójában, persze nem tudjuk, a számok azok a jövőre vonatkoznak. És itt ez a vicces kép igazán nem is annyira vicces, hogyha belegondolunk abba, hogy milyen új képességekkel kell majd rendelkezniük azoknak,
akik meg akarják tartani, vagy hát az új a munkahelyüket, vagy az új munkahelyekre alkalmasak lesznek, mert hogy a világ megváltozik, az egészen bizonyos, és 2010 óta tényleg robbanásszerű a változás. Vagyis úgy tűnik, hogy a munkahelyek, a munkakörök jövője olyan készségekhez kötődik, mint a kommunikáció, a kreativitás, az innovációra való törekvés képessége, és amit a vállalatvezetők az utóbbi időben nagyon hangsúlyoznak, olyan képességeket leírnak, olyan képességek, amelyeket, hogyha szépen összerakunk, akkor tulajdonképpen az interpersonális intelligencia képesség együttese válik láthatóvá. Mi is az az interpersonális intelligencia? Hát tulajdonképpen az a képesség, készségnek az az együttese, amely alkalmassá tesz bennünket arra, hogy kapcsolatba lépjünk másokkal, hogy megértsünk másokat, hogy tudjunk együttműködni, például egy probléma megoldásban másokkal, az empátia készség, alkalmazkodó készség, konfliktuskezelési, tárgyalási készség, megfigyelési készségek, tehát ez mind-mind azok a készségek, amelyek kell, ha rendelkezik egy munkavállaló, akkor feltehetően sikeresen tud részt venni majd a munkában. Hát mi is mindennek az üzenete az oktatás felé? Ezeket a készségeket kell fejleszteni. Tehát ha jót akarunk a diákjainknak, és azt akarjuk, hogy boldoguljanak az életben, akkor nem elsősorban az információkat, a kész tudományos ismereteket nyomjuk a fejükbe, hanem fejlesztjük azokat a képességeket, amelyekkel meg tudnak állni a jövőben. Nyilvánvalóan, és ez hangsúlyozottan érvényes a pénzpiacra, hogy a digitalizáció rohamosan változtat, nagyon megváltoztatja a pénzpiacot. Tehát, hogyha pénzügyi ismeretekre gondolunk, akkor pénzügyi ismeretek oktatására, akkor még inkább erőteljesebben kell hangsúlyoznunk azt, hogy a pénzügyi műveltség fejlesztésének mekkora szerepe van, hiszen a gyors változásokat sokszor még a hozzáértő szakemberek is nehezen követik. Hát még az a diák, aki nem kapott ilyen képzést a középiskolában vagy a felsőoktatásban. Tehát leginkább a középiskolában kellene elkezdeni. És mindezen túl mégiscsak az látható, és itt a gazdasági versenyhivatal felmérésében nagyon izgalmas felméréséből is látható volt, hogy bizony a pénzügyi műveltséggel komoly bajok vannak, és nemhogy javulna a helyzet, hanem inkább az látszik, hogy éppen romlik. És ha akár az infekutatásra gondolunk, akkor azt látjuk, hogy Magyarországon a pénzügyi magatartással meg aztán különösen súlyos problémák vannak, de nem csak Magyarországon, egyébként a kelet-európai országok, közép-kelet-európai országok zömében így van ez. Akár gondolhatjuk, hogy ennek történelmi szociológiai okai is vannak, hiszen a rendi társadalomban lenézett tevékenység volt a pénzügyekkel való foglalkozás, kapitalizmusban egy szűk rétegnek a privilégiuma, és aztán ezen területen, ugye közép-kelet-európai országban következő szocializmus meg éppen a pénzügyek tagadásával korlátozta a pénzügyi műveltség fejlesztését. Azért a magyar középiskolákban vannak pozitív jelek, vagy a magyar középiskolai oktatásra vonatkozóan vannak pozitív jelek, hát mindenképpen pozitív az, hogy kötelező szakgimnáziumokban heti egy órában a pénzügyi ismeretek oktatása, vagy az, hogy 2018-ban azért a nemzeti stratégia kidolgozása is elkezdődött, illetve hát itt van a témahét, ami szintén egy pozitív dolog, de
Azért én hadd emeljek ki néhány olyan problémát, amivel bizony meg kell küzdeni a középiskolában, és amely magyarázhatja is egyben ezeket a rossz eredményeket, amelyeket a kutatók feltárnak. Hát egyfelől, és akkor most itt még a jelenlegi NAT-ra gondolok, ugye nincs kötelező óra természetesen, a NAT szerint, gimnáziumokban, van szabadon választható tantárgy, ami gazdasági ismeretek, de a gazdasági ismereteket nagyon sok esetben nem tanítják, mert hogy nincs tanár, aki tanítsa. Nem is vállalkoznak rá a tanárok szívesen, így aztán inkább nem tanítják. Ez tényleg gátló tényező, tehát nem is tudják tanítani. Nincs kidolgozva a tantárgyi integráció, azt javasolja a NAT, hogy integrálni kell a pénzügyi ismereteket. Ugyanakkor nem látható, hogy az egyes tantárgyakban megjelenő tartalom hogyan fedi le a pénzügyi ismeretek tényleges tartalmát. Ezen kívül 12. évfolyamon van a gimnáziumokban néhány óra évvégén társadalomismeret témakörében, ami kifejezetten pénzügyi ismeretek. Na, ezt megint nem tanítják, mert a történelem szakos tanárok nem szeretik ezt tanítani, mert hogy azt mondják, ők se értenek hozzá. Egyrészt, másrészt meg hát évvégén, érettségi előtt történelemből mással foglalkoznak, tehát végső soron most is ugyanaz a helyzet, hogy a középiskolai diákok zöme jön ki úgy a középfokú oktatásból, hogy nem részesült pénzügyi, gazdasági, műveltségre vonatkozó fejlesztésben. És hát felvettem azt, hogy ugye persze a szakgimnáziumban ez nagyon jó, hogy van ez a bizonyos 10. évfolyamon megjelenő kötelező óra, de kutatások szerint az igazi motiváció 17-18 éves korban jelenik meg, amikor a diákok közel kerülnek ahhoz a felismeréshez, az nem sokára nekik is majd pénzügyi döntéseket kell hozniuk. Egy másik kérdés, hogy nagyon sokat vitatkozunk ugye a PISA-ról, hogy vajon jól mér-e, mit mér, stb. Hát az semmiképpen nem jó, hogyha kimaradunk a mérésből. Lehet vitatkozni róla, de az, hogyha nem is veszünk részt benne, hát az a legrosszabb. Pedig ez történik a pénzügyi műveltségméréssel, ugyanis a PISA 2012 óta, 2015-ben immár másodszor méri a pénzügyi műveltséget 15 éves diákok körében, és Magyarország nem vesz részt ebben. Nyilván ennek következtében nincsen lehetőségünk arra, hogy most itt összehasonlítsuk a mi diákjaink pénzügyi műveltségét más diákok tudásával, képességeivel. Szóval mindenképpen sokat veszítünk vele, de azért mégis bármennyire is nem veszünk részt ebben a mérésben, azért néhány nagyon fontos tanulságot ki szeretnék emelni a PISA mérések kapcsán. Mindkét évben, 2012-ben és 2015-ben is megállapították a kutatók, hogy a legnehezebb kérdések a bankszámlához, a bankszámla egyenleghez, tranzakciós költségekhez kötődtek, nem tudták jól értelmezni a diákok a bruttó-nettó nagyságokat. És ez azért is hát meglepő, és hát nagyon nagy baj, mert azt is megállapították 2015-ben, hogy a diákok 56%-a rendelkezik bankszámlával, és 64%-a pedig már vállalt munkát. A következő fontos megállapítás az szintén, hogy azokban az országokban, ahol a diákok jól teljesítenek matematikából, vagy a szövegértés területén, általában jobbak a pénzügyi műveltség eredményei. 2015-ben mérték célzottan a pénzügyi műveltségre jellemző képességet, ez a pontszám 38%-a volt, és megállapították, hogy nagyon rossz eredményei vannak ennek a területnek. Tehát kijelenthető, illetve ki is jelentették a PISA kutatók, hogy bizony a középiskolai tantervekben a tudatos
pénzügyi, műveltségi tartalmakat meg kell jeleníteni. 2015-ben azzal is kiegészítették még a méréseket, hogy a szülői háttér rendkívül fontos, tehát sokkal jobbak a pénzügyi műveltség eredményei azoknak a diákoknak, akiknek alkalmuk van arra, hogy a szülőket tudjanak beszélgetni pénzügyi kérdésekről. És akkor most nézzük a pénztárverseny eredményeit. 2017-ben már 5. éve rendezzük meg a pénztárversenyt, és mérjük is a pénztárversenyen résztvevő diákok eredményeit. A pénztárverseny, mint nem formális oktatási módszer, a pénzügyi műveltség iskolai kereteken kívüli gazdagítására, gyarapítására törekszik, szaktanárok együttműködésére épít, és játékos formában tanítja meg a pénzügyi tudás legfőbb elemeit, formálja az attitűdöket, és fejleszti a tanulók kompetenciáit. A pénztárverseny a résztvevő középiskolások pénzügyi műveltségének országos szintű mérése, és egyben annak is vizsgálata, hogy a verseny feladatai és azok megoldásai, a szakirodalom és a szakmai segítség hogyan tudják fejleszteni a pénzügyi műveltséget. Az adatok visszajelzést adhatnak arról is, hogyan hasznosulnak több év viszonylatában a verseny törekvései. A verseny csapatverseny az eredmények 4 diák együttes munkáját, tudását, képességeit, probléma megoldását mutatják. A mérés adatai között figyelembe kell venni azt, hogy az esélyegyenlőségre törekvés érdekében a verseny területi alapon szerveződik. A versenyben határon túli magyar tannyelvű középiskolák tanulói is részt vesznek. A verseny 6 fordulójából az első 2 online forduló, megyei selejtező, regionális középdöntő, országos elődöntő és országos döntő határozzák meg a végleges sorrendet. 2017-ben a versenybe országosan 1240 csapat regisztrált, a csapatok tagjai 14-22 éves korú középiskolai diákok. A második fordulóban 2017-ben 1057 csapat, 4232 diák vett részt, jelentősen több, mint a megelőző bármelyik évben. 2013 óta a versenyben 20572 diák vett részt. A legtöbb vizsgálati eredményt a második online forduló elért pontszámaiban nyertük, ezek országos adatok. Az éves átlag eredményekben vizsgáltuk az összes résztvevő diák átlag eredményét, illetve vizsgáltuk a csak magyarországi diákok átlag eredményét is. A témánkénti átlagok a magyarországi diákok eredményét mutatják. Nem végzünk az éves átlag eredmények között összehasonlítást, a tendenciát mutatjuk meg, ennek az az oka, hogy nyilván más-más csapatok vettek részt a versenyben, más családi háttérrel, motivációval, stb. Feladatokat megadott szempontrendszerek szerint pénzügyi, gazdasági, felső és középvezetők, egyetemi oktatók, pedagógiai szakértők mintegy 30 fő készítik és ellenőrzik. Az elemzés során kiemelten felhasznált második online feladatlap 80 feleletválasztós kérdésből állt, a maximális elérhető pontszám 160 pont volt, mind az 5 vizsgált évben. A verseny feladatsorainak kialakítását megelőzően a pénzügyi gazdasági ismereteket több mint 20 részterületre bontottuk, és meghatároztuk azt is, hogy az egyes részterületek milyen arányt képviseljenek. A részterületeket 10 fő szegmensben összesítettük, a területek meglátásunk szerint átfogják a pénzügyi, gazdasági, vállalkozási ismeretek csaknem teljességét. Az első 3 forduló zárt végű feladatokat tartalmazott, és elméleti ismeretekre, valamint a gyakorlatban hasznosítható tudásra koncentrált. A további fordulókban a hangsúly eltolódott az érvelés, a vita, a kommunikáció, a prezentáció, a csapat probléma megoldó képességeinek irányában. Az eredmények. A verseny jellege miatt az eredmények elemzése során leíró statisztika eszközeivel dolgoztunk, a megállapításokat torzítja az, hogy nem véletlenszerű mintából dolgoztunk, hanem a versenyre jelentkezők eredményeit mértük.
A vers egy 5 éves átlagadataiban látható a javulás. 2013 óta 47%-ról 59%-ra javult az eredmény. Úgy tűnik, hogy 2016-2017-ben ez a jelentős, dinamikus növekedés, ez egy kicsit megtorpan, de azért még mindig jó az eredmény, jobb, sokkal jobb, mint a korábbiak, illetve 59,32% 2016-ban és 59,38% 2017-ben, azért az mégiscsak egy hajszálnyi, de ez mégiscsak picikét azért javult. Mértük a közgazdasági szakgimnáziumok és a gimnáziumok tanulóinak átlag eredményét. Fontos hangsúlyozni, hogy a pénztárverseny műveltségi verseny, és nem szakmai, nem szaktudást mér. A gimnáziumok és közgazdasági gimnáziumok tanulóinak mért átlag eredmények között a különbség gyakorlatilag elhanyagolható, 3,29 százalékpont volt. Ebben az évben a gimnáziumok javára. Tavaly a közgazdasági szakgimnáziumok, most a gimnáziumok javára. A második elektronikus fordulóban a maximálisan szerezhető 160 pontból a leggyengébb eredmény 13 pont volt, a legmagasabb 142, ez a maximális pontszám 88,75%-a. A legjobb felső kvartilis feletti eredményeket az összes csapat 16,9%-a érte el. Itt viszont a résztvevők között több a közgazdasági szakgimnáziumba járó tanuló. Az eredményekben, és itt most az összes résztvevő diák eredménye látszik, regionális eredmények ezek. Észak-Magyarország messze-messze magasabb pontszámot ért el, és messze jobban teljesített, mint a többi régió, de azt is meg kell említeni, hogy Dél-Kárpát viszont szépen megy fölfelé 58%-kal. A több éves összehasonlításból látszik, hogy a régió gazdasági teljesítménye nem függ össze a pénzügyi műveltség eredményével. És végül a témánkénti eredmény. Az eredmények vizsgálatakor szembeötlő az, hogy, és ez nem csak a éppen itt bemutatott pénzpiac és vállalkozási ismeretek eredményére vonatkozik, hanem minden témánál jelentkezik ez. Tehát szembeötlő az, hogy amit meg kell tanulni, azt a diákok jól megtanulják és tudják is. De amit használni kell, ott már nagyobb bajok vannak. Ez különösen a pénzpiaci és vállalkozási ismeretek eredményénél válik láthatóvá. Itt az 50-50%-ban az ismereteket és 50%-ban ugye a gyakorlati hasznosíthatóságot kértük. A pénzpiaci ismeretek kérdései banki, takarékszövetkezeti, pénzügyi vállalkozási alapismereteket feltételeztek, tehát bankszámlával kapcsolatos ismeretek, banki betétek összehasonlítása, hitelezés. Kiemelt figyelmet fordítottunk a számítási feladatokra, ahol különösen rossz eredmények születtek. Egyszerű számítási feladatokat nagyon, nagyon rossz eredménnyel oldottak meg a diákok. A vállalkozási ismeretek esetében az ismeretekre és az ismeretek alkalmazására helyeztük a hangsúlyt szintén. Vállalkozások alapításához és működtetéséhez kapcsolódóan pénzügyi gazdasági alapismeretekre építve. E téma átlaga 57%. Azért persze nem jók ezek az eredmények még 2017-ben sem, de ha megvizsgáljuk, hogy 2013 óta 40, illetve 34%-ról javultak ezek az eredmények ilyen mértékben, akkor én azt gondolom, hogy ez mindenképpen bizakodásra adhat okot, és talán egy ilyen versenynek a hasznosságát is megalapozhatja. Biztos mondhatjuk, hogy ebben az eredményben azért szerepe van annak, hogy tényleg a diákok készültek erre a versenyre, és biztos, hogy azok, akik részt vettek ebben, ténylegesen sokat tanultak, és fejlődtek a képességeik. A pénztárverseny tudományos kiértékelését minden évben elvégezzük, és publikáljuk is, honlapon is megjelenik. Itt most én csak néhány adalékot mutattam be, de részletesen megjelennek ezek az eredmények publikációban is.
És még egy dolgot szeretnék mondani. Nagyon köszönöm az informatikus kollégáknak a segítségét. Hatalmas adathalmaz dolgoztunk fel, és hát ez nélkülük nem ment volna. Úgyhogy még egyszer köszönöm, és köszönöm a figyelmet is.